Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolna Tej televízió híradóját látják, Lehel Kata vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. 20%-kal is drágulhat a fenyőfa idén, az üzemanyagár és a munkaerő hiány okozhatja az árnövekedést a szakértők szerint. Tanulj, hogy boldogulj! Ösztöndíj programmal segítik a tehetséges diákokat Szekszárdon. Társasházak napja, a fórum célja a lakástüzek megelőzése. Tartós élelmiszer a szépkorúaknak, közel 1000 háztartásba juttatják el az adományt Dombóváron. Jelentősen drágulnak idén a fenyőfák. Akik nagy fát szeretnének karácsonyra, azoknak ki kell nyitniuk a pénztárcájukat. A Nordman és a földlabdás fenyőfák árai emelkednek a legnagyobb mértékben. A szakértők szerint a megnövekedett üzemanyagárnak és a munkaerőhiánynak köszönhető a drasztikus emelkedés. Kicsi, nagy, ezüst vagy luc. Sok fenyőfa több méretben megtalálható ebben a kertben, és mindegyiket azért nevelik, hogy szebbé tegyék valaki ünnepét. Idén azonban jelentős változás várható a növények árában. A szakértők szerint 10-20%-kal is drágulhat a fenyőfa métere az országban. Az árak alakulásában több tényezői szerepet játszik. Egyrészt ugye az üzemanyagárak miatt, tehát az ültetvények karbantartásánál is ugye a kaszálás, minden egyéb folyamat az sajnos szorosan kapcsolódik ehhez, illetve a munkaerőhiány az egyre radikálisabb, hogyha mondhatom, tehát már pár éve alig találunk embereket, akik akár árulnak nekünk, vagy ezeket a feladatokat elvégeznék. A Nordman fenyő méterenkénti ára a 7-8 ezer forintot is elérheti idén. Ennek a jelentős drágulásnak az egyik oka, hogy csak Zala megyében vagy az Alpok alján érzik jól magukat a növények, így a Dunántúra úgy kell őket beimportálni, ami szintén megemeli az eladási árat. De nem csak a vágott fenyőért kell majd többet fizetni, drágul a földlabdás fenyő ára is. A földlabdás az mindenképpen többe kerül sajnos, maga a belefektetett munka is, amíg kiásra az ember a fenyőket. Hát aki próbált már hazavinni földlabdás fenyőt, az tudja, hogy azért ezek ilyen 25-30 kilós zságokban vannak, és hát ezt még nekünk ugye ki kell ásni, el kell hozni, és bele kell ültetni valamilyen edénybe, vagy pedig valami ilyen zsákos anyagba, úgyhogy azok sajnos még szerintem bőven 8000 forint fölött lesznek. Magyarországon az emberek évente közel 2 millió fenyőt vásárolnak. A szakértők szerint célszerű azonban őstermelőktől vagy jól bejáratott helyen megvenni a karácsonyfának valót, hiszen minél később vágják ki, annál tovább maradhat éke a lakásnak. 12.637 új megbetegedést igazoltak kedden, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1.044.852 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 176, többségében idős krónikus beteg, így az áldozatok száma 33.519 főre emelkedett. 6.840 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 664-en vannak lélegeztetőgépen. Oltást eddig már 6.057.000-en kaptak. Tolna megyében 261 új fertőzöttet regisztráltak kedden, ezzel a járvány kezdete óta összesen 21.570 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma az országnak ezen a részén. Több száz polgárőr teljesít újra szolgálatot a kórházakban és a rendelőintézetekben kialakított oltópontokon, közölte az Országos Polgárőr Szövetség szerdán. A vártnál is többen veszik fel a vakcinát a rendkívüli oltási akcióhétben, ezért a kormányhivatalok és az egészségügyi intézményekből érkező kérésekre megfelelően kedtől újra szolgálatba állnak a polgárőrök a kórházakban és a rendelőintézetekben kialakított oltópontokon. Az OPS hozzátette, a polgárőrök, akik a munkájuk mellett önkéntesen végzik ezt a feladatot, amellett, hogy segítik az egészségügyi dolgozók és a honvédség munkáját a beléptetésnél, az épületen kívül hozzájárulnak a közbiztonság fenntartásához, segítik az oltásra érkezőket a tájékozódásban, a mozgásukban korlátozottakat pedig az oltópontra jutásban. Ösztöndíjprogrammal támogatják a tehetséges, de nehezebb anyagi körülmények között élő általános iskolás diákokat. A kezdeményezés mögött egy vállalkozó áll, aki diákéveit Tolna megyében töltötte. A támogatást viszont az önkormányzat ítéli oda a legalkalmasabb gyerekeknek. Sadedikos vagy. Az ösztöndíj mellé járó oklevelét vette át Forgács Lorina Katalin kedden délután. Az 5. osztályba járó szekszárdi lány kimagasló tanulmányi eredményével érdemelte ki a havi 10 000 forintos támogatást.
11 éves vagyok, a Baka István általános iskolába járok, és a sport, a technika, a rajz, meg a nyelvtan a kedvencem. Idén 10 általános iskolás felsős diák nyerhetett havonta utalt ösztöndíjat egy egykoron Tolna megyében élt fővárosi vállalkozó felajánlásának köszönhetően. A Tanulj, hogy boldogulj nevű támogatási rendszer 2017 óta működik a Tolnai megye székelyen. Idén a pénzjutalom mellett 3 tehetséges diák felújított számítógépet is átvehetett. Váli Patriknak az informatika az egyik kedvenc tantárgya, ezért is örült különösen az ajándékba kapott számítógépnek. Például ami vonz, az a programozás és a tervezés. Az ösztöndíjat és az eszközöket felajánló vállalkozó az önkormányzatot és a Szekszárdi Tehetségekért Alapítványt kérte fel a legalkalmasabb gyerekek kiválasztására. Az adományozó azt mondja, a diákéveit Bonyhádon töltötte, ezért kötődik Tolna megyéhez, és szerinte fontos, hogy aki teheti, lehetőségeihez mérten támogassa a nehezebb anyagi körülmények között élő jól tanuló gyerekeket. Ezzel már egy pici löketet adhatunk neki, hogy lám, van benned valami spiritus. Neked érdemes afelé menni, és nem a legegyszerűbb megélhetésre küzdeni. Tehát valahogy ez lett volna a szándékunk. A most ösztöndíjat nyert diákok egy éven keresztül kapják meg a havonta érkező támogatást. Tolna megyében idén eddig 110 alkalommal ütött ki tűz lakóépületben. Ennek okán tart Társasházak napja címmel online fórumot a Tolna megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szekszárdi Katasztrófavédelmi Kirendeltsége november 26-án. A konzultáció célja, hogy a társasházak lakóközössége átfogó tájékoztatást kapjon az ingatlanokban követendő tűzmegelőzési szabályokról. Társasházak napja címmel szervez 3 napos fórumot november 24-e és 26-a között a Tolna megyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság. Több mint 400 lakóház tartozik a Szekszárdi Katasztrófa Védelmi Kirendeltséghez. A szakemberek eddig 117 társasháznál végeztek tűzvédelmi ellenőrzést, amely során 37 ingatlanban fedeztek fel hiányosságokat. Többek között ezekről az elmaradásokról is szó esik majd a 3 nap során. Sági Takács Krisztián hatósági osztályvezető elmondása szerint a korábbi fórumoknak köszönhetően jelentősen csökkent a szabálytalanságok száma. A feltárt hiányosságok nagy része az az épületek villámvédelmi berendezéseivel, illetve erős áramú villamos berendezéseivel kapcsolatban merültek föl. Ugye ezeket a berendezéseket bizonyos időszakonként konkrétan jogszabály előírás alapján 6 évente kell felülvizsgáltatni. A konzultáción szó lesz többek között az elektromos berendezések meghibásodása miatt kialakult tűzesetekről, ugyanis tavaly közel 150-szer, az idei évben csak nem 110 alkalommal riasztották a Tolna megyei tűzoltókat egy-egy lángra kapott társasházhoz. Az elmúlt héten, ahogy az Országos Katasztrófai Főigazgatóság honlapján is, illetve híreiben is hallható volt, 7 esetben keletkezett már olyan súlyos, halálos kimenetelű tűzeset, ami szintén indokoltá tette azt, hogy az idei évben is megrendezzük a Társasházak Fórumát, ahol is az érdeklődők és akár közös képviselő, akár az épületben lakó felteheti azt a kérdését, amivel nincsen tisztában. A 3 napos fórum során a Dombóvári, a Szekszárdi és a Paksi Katasztrófa Védelmi Kirendeltség munkatársai reggel 7:30-tól délután 4 óráig várják a megkereséseket az interneten feltüntetett elérhetőségeken. November 26-án pénteken pedig online formában tehetik fel kérdéseiket az érdeklődők. Újra felütötte fejét a madárinfluenza hazánkban. Legutóbb 2 észak-magyarországi megyében kellett megsemmisítenie a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal munkatársainak a fertőzött baromfi állományokat szerdán. A hivatal felhívta a figyelmet arra, hogy a vonuló vadmadarak miatt a járványkockázat továbbra is kiemelten magas. Az állományok védelme és a madárinfluenza terjedésének megakadályozása érdekében az országos főállatorvos elrendelte a baromfik kötelező zártan tartását a magas kockázatúként azonosított megyékben, de az egyéb területeken is indokolt az óvatosság. A hivatal továbbá előírta azt is, hogy a takarmányt zárt, fedett helyen kell tárolni, nyílt vízből pedig tilosítatni az állatokat. Az almozásra használt anyagot szintén meg kell óvni a vadmadaraktól való érintkezéstől.
akik nem tartják be maradéktalanul a járványvédelmi előírásokat, egy esetleges járványkitörés esetén kizárják magukat az állami kártalanításból, tette hozzá közleményében a Nébih. Közel 1000 háztartásba juttatja el adományait a Dombóvári Polgármesteri Hivatal. Az 5000 forint értékű tartós élelmiszerekből álló csomagokból a 80 év feletti lakók részesülhetnek a városban, még az ünnepek előtt. Megkezdték az ajándékcsomagok kiosztását Dombóváron. Az 5000 forint értékű tartós élelmiszerekből álló küldeményt a 80 éven felüli városlakók kapják. Közel 1000 háztartásba juttatják el az adományt. Ebben az évben volt egy lehetőség együttműködve egy dombavári kiváló civil szervezettel, hogy pályáztunk a miniszterelnökséghez, és nyertünk egy komolyabb összeget, hogy közel 1000 háztartásba juttatassunk egy csomagot, még karácsony előtt. Ez a csomagosztás ma indul meg. A csomagosztásban is vannak támogatóink, hiszen nagyon fontos, hogy kérjen időbe. Napi 100 csomag kihordását terveztük, ez is 9 napot vesz igénybe. A polgármester azt is hozzátette, hogy nem csak a karácsony közelettével törődnek az idősebb korosztállyal, egész évben segítik őket, amiben csak tudják. Próbálunk segíteni az idős egyedülálló embereknek. Ez akár csekkfeladás lehet, multi bevásárlás, gyógyszertárba kiváltjuk a gyógyszereiket, tehát azt gondolom, hogy máig még olyat nem tudtak kérni, amit ne tudtunk volna teljesíteni, és remélem, hogy ezt fent tudjuk tartani folyamatosan. A csomagok kiszállításában a Szent Orsolya Bencés Iskola Központ, az Eszterházi Miklós Technikum, a Dombóvári Szociális Intézmény és a PASZ SE segít az önkormányzatnak. Fogadd örökbe a mosolygömböt egy napra, és varázsolj mosolyt egy gyermek arcára. Ezzel a jelmondattal indul újra útjára Kalocsán a mosolygömb elnevezésű adománygyűjtő akció. A gömb alakú urnát november 26-án a város önkormányzatán helyezik el, de december 19-éig számos más helyszínen is fellelhető lesz. A befolyt adományokból idén is vadonatúj játékokat vásárolnak majd, amit a rászoruló családok gyermekei között osztanak szét. A kezdeményezés célja az, hogy szebbé tegyék a városban élő nehéz sorsú gyerekek ünnepét. 30 ezer FFP2-es maszkot ajándékozott a paksi önkormányzatnak Liaocheng, ugyanis a 6 millió lakosú kínai város lesz Paks új testvértelepülése. Az elsősorban gazdasági együttműködésről szóló megállapodást még idén decemberben aláírják. A múlt heti paksi testületi ülésen született döntés a kínai Liaocheng városával való testvérvárosi kapcsolat létesítéséről. Az erről szóló megállapodást december elején írja alá Paks polgármestere online. A kínai város vezetése 30 ezer FFP2-es maszkot ajándékozott a paksi önkormányzatnak, melyet elsősorban saját intézményeiben használnak fel. A Paksi Gyógyászati Központba is juttattunk már el maszkokat, a Paksi Életveidősek Otthonába, a Paksi Kistérségi Szociális Központba is már juttattunk el ilyen FFP2-es maszkokat, úgyhogy jó helyre kerülnek. Nyilván, hogyha igény van rá egyéb intézményeinkben, akkor oda is még fogunk eljuttatni ezekből a maszkokból. Paks és Liaocheng között elsősorban gazdasági együttműködés jön létre, de igény szerint kulturális kapcsolatra is sor kerülhet, tájékoztatott Szabó Péter. Paks polgármestere azt is elmondta, 2017-ben kereste meg a 6 millió lakosú kínai város vezetése őket a partnerségi kapcsolat igényével. Regionális híreinkkel folytatjuk a híradót. Munkához juttattak több mint 2000 baranyait. Sikeresen zárulhat a megyei segítőprogram. 100 főhelyi lakosnak biztosítanak ebédet, hamarosan elkészül a bölcsődei is kővágó szőlősön. Kötelező a szájmaszk az ügyfélszolgálatokon, célszerűbb a telefonos vagy az online ügyintézés. Több mint 2000 tartós munkanélküliséggel veszélyeztetett baranyainak tudtak foglalkoztatást biztosítani a Baranya Paktum programban. A foglalkoztatást elősegítő programot a megyei önkormányzat és a kormányhivatal közösen bonyolította le. Az elhelyezkedést 2,6 milliárd forintból valósították meg.
Egy sikeres foglalkoztatás segítő munkaerőpiaci program eredményeiről számoltak be a Baranya megyei kormányhivatalban kedd délután. A foglalkoztatási szövetkezés Baranya felzárkóztatásáért vagy röviden Baranya Paktum programban nyújtottak segítséget a munkaerőpiacon bajba kerülteknek. A tartós álláskeresőket, illetve az alacsony iskolai végzettségűeket és az 50 év felettieket, tehát a legnagyobb bevonásunk ebből a három célcsoportból volt. A leginkább igényelt támogatás az szokás szerint a bérjellegű támogatás volt, tehát azt igényelték nagyon nagy számban a munkáltatók, illetve nagyon sok vállalkozás indult egyébként a projekt keretében, tehát nagyon sok vállalkozó vállási támogatást is adtunk az álláskeresők részére. A program sikerességét a munkához jutottak száma jelzi. Ebben túl teljesítették az eredetileg vállaltakat. Amit eredetileg terveztünk, azt mindent 100% fölött teljesítettünk. Itt három darab indikátor számunk van, a programba bevontak, az álláshoz jutók és a támogatás lejártát követő 6 hónap állásban maradóknak a száma, és mindegyiket 100% fölött teljesítettük, úgyhogy ez azt jelenti, hogy több mint 2000 embernek segítettünk abban, hogy visszavezessük őket az elsődleges munkaerőpiacra. Közülük közel 1500-an legalább fél éves időtartamra álláshoz jutottak, illetve közel 900-an tartósan elhelyezkedtek a munkavilágában. A hamarosan záruló Baranya Paktumban 2,6 milliárd forintot használhattak fel a program céljaira. Egy éves tervezés után elindulhatott a népkonyha szolgáltatás Kővágó Szőlősön. A település konyháján helyben főzik meg minden nap az ebédet, ami a 200 fős iskolába, illetve óvodába, mostantól pedig plusz 100 helyi lakoshoz jut el. Az igényekhez igazodnak, mondta stábunknak a polgármester, majd hozzátette, hogy a hamarosan megépülő bölcsödével is a helyi családokat szeretnék segíteni. Bakonyi betyárleves került ezekbe a dobozokba. Az adagokat Kővágó Szőlősön készítették elő, ahol az óvodások és iskolások számára főzik a mindennapi ebédet. Most azonban az önkormányzat sikeres együttműködést indított egy szolgáltató céggel. Egy népkonyha központ is létrejött Kővágó Szőlősön, aminek keretében itt ez a főzőkonyha készíti el helyi munkaerővel 100 ember számára, úgyis mondhatnánk, hogy 100 háztartás számára az önkormányzat által és a népkonyha által ingyenesen biztosított ebédet. A népkonyhát már egy évvel ezelőtt szerették volna elindítani. Hosszas egyeztetések után végül most november eleje óta működtetik a szolgáltatást. Arra szolgál, hogy a helyi olyan lakosok, akik szociálisan valamilyen módon rászorulnak, koruk, egészségi állapotuk, anyagi helyzetüknél fogva, ők ahogy jelentkeznek, jelenleg ez most 100 fő, ők kaphatnak ellátást így a népkonyhának a szolgáltatás keretében. Itt helyben készül az étel, tehát ez is nagyon fontos nekünk, és a helyi lakosok kaphatják az ellátást. Hamarosan további adagokat is készíthetnek a szakácsok, hiszen elkezdődött a bölcsöde építése is a településen. Először 40 millió forint értékben nyert pályázatot az önkormányzat erre a célra, a beruházás kezdetén azonban ráemelést kellett kérni, így most 65 millióból építik meg az intézményt. Jövő év tavaszán, úgy március környékén fogjuk tudni átadni, engedélyeztetés minden, ez az udvar részét főleg ezt készítik most, és akkor itt lesz a bejárata a bölcsődének, ez egy 8 fős és nem családi, jelen pillanatban az működik, de ez egy önkormányzati bölcsőde lesz. A polgármester hozzátette, hogy nagy igény van a bölcsőde építésére, hiszen egyre több a fiatal, és a kisgyermekek száma is növekedésnek indult. Ismét szigorodtak a járványügyi intézkedések, a szabályozások a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz kapcsolódó ügyintézéseket is érinti. A baranyai sajtóreferens kiemelte, hogy célszerű a telefonos vagy az online szolgáltatást használni, ez ugyanis gyorsabb és biztonságosabb. Amennyiben az adózók mégis személyesen szeretnének ügyeket intézni, időpontot kell foglalniuk az ügyfélszolgálatokon, pedig kötelező a szájmaszk viselése. November 15-e óta a Nemzeti Adó- és Vámhivatal ügyfélszolgálatain is kötelező a maszk használat. A személyes megjelenés helyett így érdemes a NAV online és telefonos szolgáltatásait igénybe venni. Gyorsabb és biztonságosabb ilyen módon intézni az adóügyeket. Telefonon a 0680 20 21 22-es számon érhető el a hivatal ügyfélszolgálata. Ennek a használatához egy előzetes regisztráció szükséges,
de ebben a rendszerben szinte már az összes ügy elintézhető, tehát például bevallással kapcsolatos egyeztetés, javítást is meg lehet tenni, folyószámlát lehet egyeztetni, igazolást lehet kérni, különböző bejelentéseket lehet tenni, adatváltozásokat, például egyéni vállalkozói adatváltozásokat el lehet intézni. Egyre népszerűbb az elektronikus ügyintézés is. A gazdálkodó szervezeteknek és egyéni vállalkozóknak egyébként is kötelező az online kapcsolattartás a hivatallal, de azok az adózók is használhatják a webes felületeket, akik erre nem kötelezettek. Ilyen formában is számos ügy intézhető, mint például az SZIA bevallás kitöltése, módosítása, vagy az adószámla egyenlegének lekérdezése. Amennyiben mégis személyes ügyintézésre van szükség, úgy ezt is biztosítja a NAV. Célszerű időpontot foglalni. A hivatal honlapján van erre lehetőség, tehát ebben a rovatban be tudja jelölni az adózó, hogy melyik nap, melyik időpontra szeretne érkezni, és hogyha megvan ez az időpont foglalás, akkor nem kell korábban jönni, elég pont az időpontra érkezni, és rögtön ügyintézőhöz fog kerülni az ügyfél. Ebben az esetben azonban kötelező a száját és orrot eltakaró maszk viselése. Az ügyfelek természetesen továbbra is kérhetnek segítséget, tájékoztatást a 1819-es telefonszámon, illetve a www.nav.gov.hu oldalon. Végül nézzük Főbb Tolna megyei híreinket még egyszer röviden. 20%-kal is drágulhat a fenyőfa idén. Az üzemanyagár és a munkaerő hiány okozhatja az árnövekedést a szakértők szerint. Tanulj, hogy boldogulj! Ösztöndíj programmal segítik a tehetséges diákokat Szekszárdon. Társasházak napja. A fórum célja a lakástüzek megelőzése. Tartós élelmiszer a szépkorúaknak. Közel 1000 háztartásba juttatják el az adományt Dombóváron. Csütörtökön napközben kissé tovább élénkül a déli-délkeleti szél. Döntően napos időre számíthatunk. Késő délutántól, estétől növekedni kezd a felhőzet, éjszaka egy mediterrán ciklon érkezik, mindenütt beborul az ég. Említést érdemlő csapadék még nem valószínű. Friss hírekkel legközelebb csütörtökön este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!